Ez a kisfiú egész évben gyűjtött persejpénzét hozta el arra a bonyhádi jótékonysági sütivására, ahol hosszú levente 700 millió forintos génterápiás kezelésére adakoztak a megjelentek. A bonyhádon óvonőként dolgozó szervező először közösségi oldalára írta ki gyűjtési ötletét. Nem sokkal később rengeteg jóérzésű ember jelentkezett, hogy süt a vására és segíti a kisfiút, hogy a most még hiányzó több mint 400 millió forint is összegyűjjön. Én kiírtam a Facebookra, először barátok jelentkeztek, hogy szívesen sütnének, és mikor úgy láttuk, hogy elég sokan vannak már, és egy időpontot is választottuk, akkor az önkormányzat segítségét kértem ebbe. Beadtam egy hivatalos kérvényt a tér használatára, és polgármester asszony biztosított róla, hogy minden segítséget megadnak ehhez. A teret is megkaptuk, illetve a pavilonokat. És az önkormányzat is, és a művelődési központ is a segítségét nyújtotta a megszervezésben. Házi, glükóz és laktózmentes süteményeket is vásárolhattak az adakozó személyek, a felajánlott pénzösszegeket az asztaloknál található becsületkasszába helyezték. A kakaós kalács, a fahéjas kalács, a muffin már elfogyott, és az utolsó kovászos kenyerünk, a Levinek ajánljuk, licit alá vettük, 10 000 forintért viszik eddig el a kenyeret, szerencsére a többit már mind elvitték, úgyhogy hajrá, Levi! Végül 20 000 forintért talált gazdára a licit alá vett kenyér. Az árusok is mind helyi lakosok voltak, ahogyan ez a kislány is, aki a felajánlott házi finomságokat árulta. Perecet, kevercsitit és muffint. És miért volt fontos, hogy ezeket ma itt árult? Hogy segítsessek Leventének a gyógyulásban. Ahol tud, ott segít ez a két gyerekes családanyuka is. Én már adakoztam is, és fontosnak tartom, mert nagyon kevés idő van, és nagyon sok pénz kell még. Könnyekkel küszködve unokáival érkezett adakozni Bonyhádra az egyik helyi nagymama. Gyönyörű, meg amilyen árakon elmennek a dolgok, amiket itt készítettek, ez szuper. Remélem, hogy elég lesz. Most már csak ezen kell izgulni, hogy elég is legyen a kisfiúnak. Mert sajnos máshogy nem megy. Ez a szomorú. Végül közel 1,5 millió forint gyűlt össze Bonyhádon, amit tanúk jelenlétében a család alapítványi számlájára utaltak. A nagybeteg Levi családja versenyt fut az idővel. Jövő csütörtökig van ugyanis idejük arra, hogy összegyűjjön a hiányzó több mint 400 millió forint. A génterápiát legkésőbb a kisfiú 2 éves koráig el kell kezdeni. Ehhez speciális előkészületek szükségesek. A szérumnak Magyarországra kell jutnia, steril szobát kell kialakítani, így készítik fel a kisfiú szervezetét a beavatkozásra.